Menjünk ki! Köztársasági elnök urat, hogy mondja el a gondolatait az ünnepségünkkel kapcsolatban. Kedves barátaim! Egy új intézmény születésének vagyunk ma tanúi, mégpedig nagyon fontos intézménynek. A jelentőségét talán az adja, hogy egy olyan országban megszokta, hogy mindenre rámondja, az állam köteles, az államnak kell, az állam feladata, az állam fogja megcsinálni. Most polgári kezdeményezéssel jött létre egy olyan egészségügyi intézmény, amely a maga körében a polgárokat szolgálja. Ez mindenféleképpen jelzi a társadalmi gondolkodásmód alapvető változását, mert ez a polgári kezdeményezés, ez ráadásul önkormányzatokkal dolgozik együtt, és az önkormányzatiság eszményét, tehát a függetlenség eszményét képviseli. Jellegét tekintve azt is mondhatnám, hogy egészségügy szociológiai, egészségügy gazdasági, és egészségügy szervezési modellkísérlet, amelyik nagyon nagy jelentőségű, bár azt kell mondanom, hogy minden intézmény akkor jön létre, amikor a szükségessége már a levegőben lóg. Mikor az úttörők, akik belekezdenek, rájönnek arra, hogy a dolgok úgy, ahogy eddig mentek, nem mennek, új megoldást kell találni az ismert gondok megoldására, és ennek következtében akad egy ember, akinek az áldozatkészsége, akinek a fantáziája, akinek a szervezési energiája elegendő ahhoz, hogy ezt az intézményt létrehozza. Somódi doktor tökéletesen realista szemléletű ember. Realista, aki tudja, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és biztosra veszem, hogy számol azzal, hogy egy modellkísérlet többek közt azt a cél szolgálja, hogy bebizonyítsa, hogy melyik része az, amelyik maradandónak és helytállónak bizonyul, és melyik az, amelyiket esetleg nem lehet megvalósítani, hol kell rajta módosítani. Nem merném azt állítani, hogy ő semmiben csinálják, ez szó sincs róla,
hiszen előképei vannak Angliában, Amerikában és Magyarországon is hasonló, de nem pontosan ilyen intézmény már létrejött. Itt tehát olyan kísérletről van szó, amelynek előzményei vannak, de a megvalósulása teljes egészében, amelyik a megelőzéstől rehabilitációig terjed, és a nagyobb műtéti beavatkozások kivételével az orvosi gondoskodásnak valamennyi ágazatát magába foglalja, eddig még nem volt. Ehhez Somodi Imrének kellett lenni, hogy ezt végig tudja gondolni, végig merje gondolni, és igénybe kellett venni olyan szakembereknek a szaktudását is, akik nyilván az ő kezdeményezésre segítettek végig gondolni, segítettek kiküszöbölni az esetleges olyan elképzeléseket, amelyik megvalósíthatatlanak látszottak, segítettek a realitás alapját megteremteni, amelyik realitáson alapon az ő szervező képességével és áldozatkészségével ezt a modellkísérletet végre lehet hajtani. Ebben tehát benne van, egyszer, ahogy Amerikában mondják és Angliában mondják, a business citizenship, az üzletemberek polgári együttműködésének az eleme, benne van az önkormányzatok együttműködésének eleme, és benne van az önkormányzatok polgárainak, lakosainak az együttműködése, együttműködési készsége, hiszen tudomásul vették azt, hogy az ő javukat szolgálja, és tudomásul vették, hogy az ő javukat szolgálja, akkor segíteni és támogatni kell a működését. Ami arra mutat, hogy ez a kis közösség, a 13 község kis közössége felismeri a saját érdekét, fel tudja mérni a saját jövőjét, sőt, biztosra veszem, hogy hajlandó áldozatot is hozni, mint ahogy ennek a teleknek az adományozásával a község vezetése áldozatot is hozott azért, hogy ez a gyógyító intézmény, ez a közhasznú alapítvány létrejöjjön. Egészében egészségügyi, polgári intézményként, modellkísérletként egyaránt fontos és egyaránt jelentős, messze túlterjed a jelentősége és a modellértéke a 13 község határán, és nagy valószínűséggel egy új egészséggondozási lehetőség, egy egészséggondozási rendszer alapsejtje lesz a példájával. A példájával előkép jellegét tekintve mindenféleképpen. Ehhez szeretném én Isten áldását kívánni valamennyiüknek, szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt Somodi doktornak és feleségének, szeretnék köszönetet mondani a 13 község vezetőinek és polgárainak. Szeretnék köszönetet mondani az egészségügyi minisztériumnak, amelyik mondjam azt, hogy egy rengeteg nehézséggel küzdő szakterületnek a minden gondja mellett legalábbis az erkölcsi támogatását adta ehhez, és ezzel az erkölcsi támogatásával megnyitott egy utat és egy lehetőséget a magyar egészségügy átszervezésének az új területén. Helyesel és támogat egy úttörő vállalkozást, ami gondolom államigazgatási szervnél legtöbbet, amit tehet. Persze tegyem hozzá, más nem tehet, hogyha ez létrejön. Helyeselni és támogatnia kell, mert a tapasztalatait maga is le tudja vonni. Bizonyára tudják, hogy egészségünk rengeteg gonddal küzdik, érdekek keresztüzében van, beidegzettségek és megfagyott elképzeléseknek a nyűgét hordozza saját magán. Sok irányú harcot folytat az érdek, egy keresztező érdekek ellen azért, hogy az egészségügyi reformot végre tudja hajtani. Az egészségügyi reform most komoly támogatást kapott ezzel a polgári kezdeményezéssel. Kívánom a minisztériumnak, kívánom annak a közösségnek, amelyik ezt létrehozza, hogy valóban példaértékű munkát végezzenek, olyan munkát, amelyik az országos hálózat létrehozatalához alapul lehet venni. Köszönöm szépen, még egyszer Isten áldását kívánom hozzá valamennyit.
amikor a másik oldalt tekintjük. Thank you.